csak azért mutogatni magad egy műsorba, mert egyébként nincs mögött egy semmilyen szakmai tudás, és csak azért ismert legyél, hogy a saját erődből legyél senki, az nekem nyilván sosem volt célom. Te vagy az első, aki úgy jön, hogy tényleg nem hoz magával semmit. Mondtam, hogy van minden, de hogy így nem ragaszkodtál egy a saját motyóthoz. És semmihez, meg igazából én úgy tárgyakozom, pláne nem. Nem? Meg egyáltalán nem. Ilyen nagy szanálós vagy? Igen, tehát évente kétszer legalább tartok egy ilyen nagy szanálást, áthívom a barátnőimet, és így behordok középre ilyen két zsák ruhát, vagy két zsák nagy halom ruhát, és akkor mindenki válogathat. Tehát nem az, hogy őrizgetsz kupakokat, amiket a érettségi találkozón kaptál jelöltől. Meg... Viszont a férjem is, meg a gyerekem is, úgy hívom őket, hogy lumisok, mert hogy így mindent, hogy mindent hazahordanak, de hogy a gyerek is az utolsó kis kupakból is valamit akar gyártani, amivel nekem még semmi problémám nem lenne, de hogy mindent csak ott hogy... hagynak a nappali asztalon, meg egyáltalán, tehát nem csak más, mint megyek utánok is pakolok, meg ha nincsenek otthon, akkor súnyiba én kidobálom ezeket a dolgokat. És nem keresik utána? Egyrésztről keresik, de ráfogom a takarítónőre. Mostantól már nem. Igen. Jó fej, én legyek a jó fej. Másrésztről meg volt, hogy a férjem visszaszedte a dolgait, és mondtam, hogy ezt nem hiszem el. De mi kikukázta? Igen. És kézzel, hogy van olyan, tehát én megfogadtam, hogy hetente kettő nagy szatyorni cuccot, amire nincs szükségünk, kidobom. És ezt tartom most már hetek óta. De például adományozol? Persze, hogy ne. Adományozok is, de meg nálunk azért ez nagyon működik. Tehát, hogy a férjem szüleitől tanultam ezt, apósom 93 éves, és az úgy néz ki, hogy ő közösen dolgozik nagy szervezetekkel, a Máltától elkezdve mindenre, és akkor az van, hogy ő megmondja ünnepek előtt, hogy akkor ez és ez a család van, mindenki válaszol, egyébként meg kinél mennyi készpénz van, mert tegyétek ki, és tehát hogy nálunk ez normális, persze, nagyon, persze. Van olyan család, akit 0-20, folyamatosan támogatunk, igen. Tök jó. Én ezt nem is tudtam rólad. Persze, hát van, nem szoktam, mert hogy én ezzel nem szeretek haknézni. Mert nem azért csinálod, hogy felvegye egy kamera, és elmondják, hogy milyen nagyszerű ember vagy, hanem ez ilyen családi dolog. Szerintem, senkire. Tehát van egy anyalánya, akit annyira megszerettünk, hogy konkrétan nekik esélyük nem volt, mert egy munkásszálon éltek, és kerestünk nekik egy lakást, és minden költséget mi fizetünk addig, amíg a kislány le nem diplomázik. Komolyan? Ez tényleg rohadt meg. Szóval, amikor áll veled szemben egy nő, és azt mondja, hogy neki a legnagyobb vágya az, hogy készíthessen a gyerekének mondjuk egy csirkecombot, amikor az hazajön az iskolából, és hogy neki erre eddig nem volt lehetősége. És akkor azt mondjuk, hogy válassz egy lakást, és mondta, hogy nem érti. Hát konkrétan akkor egy új életet adtok, vagy egy lehetőséget. Egy lehetőséget. Nem, lehet, hogy már nem életet. Neki a kislányának, aki kitűnő tanuló, ennek ellenére is, hogy egy kis szobában. Hát csak ezért eljöttél, én már örülök. De édes meg. De komolyan. De édes meg. Ez nagyon... Ez... És amikor nem vársz cserébe. Meg szerintem ez nagyon fontos egyébként, hogy ezt mindenki szépen lassan megtanulja, akinek van. Nekem is pont az anyukám szokta mindig azt mondani, hogyha mindenki annyit adna, ami neki nem fáj, meg nem hiányzik ahhoz, hogy szépen tudja az életét tovább élni, akkor egyszerűen így tényleg jobb hely lenne a világ. És nálunk is ugyanez van egyébként. És tudod, mi van még bennem mindig? Hogy adsz, segítesz embereken, és hogy azon gondolkozol, hogy még mennyit tehetnél. Hogy még, ez még kevés, tehát hogy még beleférne. Még. Ja, abszolút, persze. És mondom, tényleg igaza van anyudnak, ha csak mindenki ennyit, akkor teljesen rendben lennénk. Teljesen. És tudod, olyan jó érzés, amikor... De akkor te már a lányodat is erre neveled, tehát valószínűleg a te lányod már ugyanígy fog viselkedni, és ugyanezt fogja tovább vinni, mert hogy ez automatikus. Viszem is magammal ezekre a helyekre, igen? Hogy ő lássa. Például, amikor ez a kis család még egy nagyon nyomorúságos körülmények között élt, akkor is vittük magunkkal a Millát, hogy lássa, hogy lyuk van a falon, hogy valaki úgy él, hogy nincs meleg a lakásában. És hogy a gyerekek elkezdtek játszani, tehát hogy neki ez annyira természetes volt, ő ezeket észre se vette. De hol csúszik el, tudod? Tehát, hogy úgy, mire felnövünk, addigra már így annyira más gondolunk magunkról. Meg nem, a gyerekeink már nem fognak. Igen, én is ebben reménykedem, csak hogy tudod, amikor én nagyon hiszek az egyenlőségbe és a csapatjátékba, de minden téren, a színházba, mindenhol. Tehát én vagyok az ember, hogy nevetnek rajtam, hogy bemegyek a tévébe, és a biztonsági öröktől kezdve én mindenkivel beszélgetek. És nem azért, mert vidéken nőttem fel, mert nyilván egy ideig azt gondoltam, hogy ezért. Nem. Én abban hiszek, hogy minden csapatjáték. Én nem vagyok ő nélküle, és ő nincs nélkülem. És soha nem tudhatod, hogy kivel állsz le egyébként beszélgetni. Tehát én az egyenjogúságban hiszek, és nem bírom ezeket a valaki többre tartja magát. És egy ekkora kis sikertől azt gondolja, hogy ő elszállt, és ő valaki. Nem vagy senki. Tehát, hogy pedig nem hát is... ez van. Igen, csak hogy én nem hiszek itthon a sztárságban sem. Tehát nekem nincs itthon sztárság. Ugye? Na, köszönöm szépen. Egy Jennifer Lopez sztár, egy Al Pacino, ő
ők sztárok, és azt gondolom, hogyha találkoznék vele, valószínűleg így meghajolnék előtte, hogy úristen, hogy láthatlak élőben, de itthon ilyen nincs, és mégis eljátsszák. Én ezzel nem tudok mit kezdeni. Nem, hát ez egy tök aranyos kis szemétdomb, ami mi vagyunk, és tök jól elkapirgálunk rajta, de azért itt nem az van, hogy 85 lesi fotós áll mindenkinek a háza előtt, és nem tud elmenni úgy vacsorázni, hogy ezt ne fotózzák le, hogy ez nincsen. Pontosan tudjuk azt, hogy azért az ismert emberek nagy része például hívogatja az újságokat, hogy benne lehessen, és nem őt üldözik el, vagy őt üldözik, vagy kapják. Na mindegy, jó. Tudom, én azt tanultam otthon, hogy az a kalász tartja magasra a fejét, amelyik üres. Hát igen. És hogy ez tényleg ez így van. Ez egy tök jó mondás, igen. És hogy ez tényleg így van. És hogyha valami, tehát hogy ha van mire szerénynek lenni, tudod? Tehát, hogy egy, nem tudom, egy agysebész, na az számomra egy isten, egy szívspecialista, ő az. De tudod, mi az érdekes nálad, hogy közben, figyelj, csak itt tegyük le az alapot, nem osztás mincucot, de itt van minden, azt használsz, amit akarsz, azt festesz belőle, amit akarsz, addig fested, ameddig akarod. Nem vagyok egy nagy sminkes, csak szólok. Nem? Nem, mert hogy hozzá vagyok szokva, hogy engem mindig kisminkelnek. És amikor régen te magadat nem is tudod? De valamilyen szinten igen, tehát az onnan indult, hogy amikor az első nagyobb szerepeket megkaptam színházba, sosem felejtem el, a Szulán Kandi volt szerencsém dolgozni vele, öltözött a színházba, és időnként azon röhögött, hogy én éppen mit varázsoltam magamra aznap, és egy idő után mondta, na ez már nem is olyan rossz, hát közben nyilván borzasztó. De a színházban magatokat festitek. Igen, de hogy én civilben meg nem szeretek sminkelni. De te így jársz? Most semmi nincsen rajta, te így jársz civilben? És annyira örülök ennek a karanténos időszaknak abból a szempontból, hogy maszkot viselhetek, és még inkább elbújok ebbe a no make-upba. Én nem szeretem. Farmerba járok, pólóba. Van egy műszempilled, azt látom, ennyi. Hogy az állandó. Meg tetoválva volt a szemöldök, ami szerintem még talán annyi, ami látható, de semmi. De az semmi is más tetoválás nincs rajta. Semmi nincs rajtam. És így szereted, így komfortos. Mert hogy minek? Mert hogy annyit sminkelnek a tévében, a szél... De meg tudsz csinálni egyébként magadnak egy olyan sminket? Tehát, hogyha mondjuk, nem tudom, adás előtt eltűnne a te sminkesed egy órával. De hogy de, tudnék? Akkor mi történne? Hát az, hogy jókat röhögne rajtam mindenki valószínűleg. De mit csinálnál akkor? Tehát, hogy így semmit, akkor beülnék úgy, ahogy vagyok, hát sehogy. Hát, de valamit próbálnál, vagy meg neki is a futás, azt mondja, hogy gyerekek, ez van ma. Figyelj, hidd el, hogy az, amit én magamra teszek, annál minden jobb. Tehát de az miért? Is jobb, mert hogy nekem ez... vagy nem érdekel, vagy nem gyakoroltad soha. Nem központi kérdés, nem nagyon. Tehát, hogyha én elindulok otthonról, akkor maximum egy alapozó, meg a szemöldökömet egy picit megerősítem, és ha nagyon olyan napom van, akkor egy rúst felteszem. Jó, de közben meg nagyon szeretsz jól kinézni, hát azért most hétről hétre figyelj, én megmondom őszintén, azért kapcsolok oda, hogy megnézem az első két percet, hogy miben vagy. Mert annyira rohadt menők ezek a ruhák, meg ezek az installációk, amikbe így beépítenek téged, hogy azt így látni akarom. Szeretem viselni, de a magánéletem és a hétköznapok az nem vasárnap estékből állnak. Tehát, hogy én otthon szoktam rögni, amikor mondják, hogy na a díva, és akkor nem tudom, éppen mosok, rohanok valamiért melegítőbe, és hogy belenézek a tükörbe, hogy na, a díva. Tehát, hogy tényleg nem vasárnap estékből áll nekem az élet. Sőt, tehát, hogy nincs jelentősége, ennek sincs. Meg tudod, mit szeretek, hogy találkoznak velem az utcán, és hogy az van, hogy inkább azt kapom erre a no make-upra, hogy figyelj, de jó arc vagy, hogy nem úgy jársz, hogy a tévébe, tényleg nem. És azt is hozzáteszem, hogy ott 2,5 óra alatt tesznek össze. Tehát ezt is mindenkinek tudnia kell. Hogy ez egy óra smink, egy óra haj, öltöztetés, az egy 2,5 órás komplet összetett köllőbabe. Tehát hol van erre időd? Jó, de benne vagy egyébként annak a kitalálásában? Tehát annyira mondjuk így érdekel, hogy ebben részt vegyél hétközben? Persze. Vagy pedig azt mondod, hogy lepjetek meg? Nem szeretném, hogy meglepjenek. Tehát, hogy amikor a műsor elindult, akkor én előtte a kis márkal, aki a tervezőm, leültünk, és nagyjából megnéztük, hogy mi az az irány, amit én szeretnék. És nagyjából egyezett is azzal, amit ő gondolt erről az egészről. És az, hogy minden héten átküldi a komplett hajat, hogy mit szeretne látni, átküldi a módot. Én megmondom bele a sminkmódra is, hogy meg szoktam mondani, hogy szerintem annyit tudok, hogy mondjuk a barnás rúzsok nekem nem állnak jól, meg a vörösek, mert hogy engem az öregít. Tehát ez pontosan tudom, hogy mi az, ami öregít, és arra azt mondom, hogy szerintem azt ne erőltessük, de nézzük meg inkább azt, de én ennél jobban nem szólok bele. Szerintem egy somisorban egyébként így kell kinézni, tehát én mondom, téged is, meg az Adélt is megnézem, mert szerintem az Adél is ezek annyira... Cuki! Mennyire cuki! Hogy mik vannak, de annyira jól néz ki, mert annyira illik hozzá, és ilyen tök jó meglepődni, hogy úristen, ma este is... Olyan, mint egy ilyen mesefigura. Nem, nagyon, úgyhogy én ezt így szeretem, meg szerintem ez fontos, hogy mégiscsak egy vizuális műfaj a tévé, hogy ott legyen valami, ami így...
nagyon más, vagy amit nem látunk egyébként. De akkor élvezed, nem? Persze, hát szeretem nyilván szépnek lenni, mindenki szeret. De hogy az is hozzátartozik egyébként a sminkelési tudományomhoz, és a szépnek lenni mindenki szeret, hogy mondjuk, amikor hosszú szériába forgatsz mondjuk egy filmet, és akkor heteken keresztül gyönyörű vagy, gyakorlatilag reggel 6-tól, majd véget ér a forgatás, elkezdődnek a szürke hétköznapok, és volt, hogy próbálkoztam vele, hogy akkor na, felteszem azt a sminket, és nyilván rohadtul nem az köszönt vissza a tükörbe, hogy elengedtem, hogy mindegy. Figyú, valami olyasmit csinál, mert közben itt aztán mindig követelik rajtam, hogyha tök jót beszélgetek bárkivel akkor is, hogy de ez egy smink, és az a címe, hogy smink, ja. Az a címe, hogy make-up done, és miért nem smink. Úgyhogy igazából most téged védelek meg a kommentelőktől azzal, hogy... Pedig nekem jó lett volna így is, mert én csak dumcsizni jöttem. Mert azt így szeretik látni, hogy... Hogy csinálod? Hát igen, hogy mi az, ami a te kézmozdulatod, amit te szeretsz magadban, ahogy te Semmi rögtön, hogy te szeretsz magadban. De miért? Hát semmi, hát én két lábon járó komplexus vagyok, mint minden nő érte. Persze! Hát ki az, aki szereti magát teljes mértékben? Nyilván elfogadom, tehát ennyi idősen már elfogadod. De mi a bajod? Rengeteg dolog. Na, de mi? Rengeteg. Mi? Nem szeretem például a lábaimat kifejezetten utálom, mert ilyen kuccú, tudod. De én láttalak téged ilyen fürdőruha a harisnyában, és nem... De kucu hiddel, jó volt fotózva szerintem. Tévében. Akkor nem tudom, mi történt. Jók voltak a fények. De mindegy, nekem magam azért nyilván sok problémám van, de ezzel semmi gond nincs. Hát mutass nekem egy nőt, aki azt gondolja, hogy... És tudod, mit ott lenne a vége? Én azt gondolom. Tehát ha valaki meg van magával elégedve, bármilyen téren, nekem ott a vége. Akkor mi motivál? Sokat törődsz magaddal? Nem. Még csak ez se. Sportolsz? Február óta nem edzettem, most kezdtem el. Igen. És rajtam van ez a karantén pár kiló is, és ez sem ér. Tehát, hogy nem zavar. Tehát, hogy annyira mély ponton még nem érzem magam. Napközben csinálok jó, ilyen mi az, valamit. Amit, ez nem világos? Nem. Jó lesz. Igen. Milyen jól fed ez az alapozó. Igen. Akkor fussunk neki úgy, hogy mi az, amit mondjuk nagyon szeretsz magadon? Az orromat. Igen, egyébként nagyon aranyos kis mini orrod van. Igen, azt szeretem, mert ez ilyen nózi. Igen, mert mondta egyszer egy plasztikai sebész, hogy ez az orr, amit szoktak kérni, és amit nem lehet sem. Az orromat például nagyon szeretem. Ennyi, azt hiszem. Tehát, hogy az orromért kifejezetten oda vagyok. Hát fél, azért ennél így többet szoktak felsorolni. Ez ilyen... Azt is szeretem mondjuk, hogy nem most a hasam... Most már. Várjál, azt is szeretem mondjuk, hogy nem a hasamra hízok, hanem combfenékre, és a hasamon nincsen zsír. Tehát, hogy például ezt is szeretem, hogyha nem kell nagyon edzenem ahhoz, hogy kockás legyen a hasam. Például szerintem ez tök menő, hogy ilyen combfenékre hízós vagyok. Jó, de meg így... Közben ez itt megszárad? Csinálom, csám. Csak te vagy így a jó csaj, szóval, hogy... Ne csinálj, mintha egyébként nem tudnád te is. Nézd, vannak napok, amikor hogy azt érzem, vagy, hogy... Igen, vasárnap esténként ezt érzem. Igen? Aha, vasárnap esténként azt mondom, hogy jó, hétköznap pedig elkezdek felvenni 85 ruhát, és látom magamon, hogy... Tehát, hogy ilyen belenéz a tükörbe, átöltözöm, ez se jó, ez se jó, meg ez se jó. Régen szorongtam például, amíg az első mellműtétem előtt szorongtam. Én nekem 16 évesen anorexiás voltam, de én balettáncosként diplomáztam, tehát valószínűleg ez onnan datálódik, ez az egész testképzavar, meg minden, hogy amikor olyan korba vagy, hogy igazán megérintenek dolgok, és akkor bejön egy etalon testkép, az ott szerintem már elrontja. Nem tudom, hogy miért. Az ráadásul az a legfontosabb időszak, igen, mert azért az így nagyon megalapozza az egész életedben, hogy nézel magadra. Én nem tudok normálisan étkezni, nem tudom, hogy milyen az, hogy akkor eszel, amikor éhes vagy. Tehát én vagy az van, hogy ilyen túlkapásaim vannak, vagy egyáltalán nem eszem. Na de hát ez egy étkezési zavar most hát is. De az is, már ugye ez sosem növött ki szerintem. Tehát egy anorexiát sosem nősz ki. Tehát, hogy 16 évesen lesz egy testképzavar, de sosem növött ki. Na, és akkor balettáncosként diplomáztam, és így nagyon nem volt mellem, és ez engem iszonyatosan zavart. És arra emlékszem, hogy már olyan mélyponton volt, hogy belenéztem a tükörbe, és amikor sírógörcsöt kapsz, mert látod magad, és mert látod, hogy ez nagyon nem, nincs rendjén. És akkor elmentünk... Én azért nem engedném egyébként a lányomat, megmondom őszintén, balettozni, mert egyszerűen ilyen gyakorlatilag borítékolható az, hogy... Pláne, ha nem tökéletes, és nagyon kevés nőnek van hát, balettra tökéletes testvalakában. Meg hát 16 évesen, amikor az ember kamaszodik, amikor az ember változik, akkor... De ez nagyon ilyen magas voltam, mint most, és 39 kiló az volt a mélypont. Most 39 vagyok, kiló aha, voltál? Most vagyok 56. Ja. Azért ez sokkoló. Uh-huh.
Ja, anyuék nagyon kétségbe voltak esve. Hát azt nem csodálom. Tehát anyáiknak ez egy nagyon nehéz időszak volt. És hogy hoztátok ezt vissza, vagy ezzel mit lehetett kezdeni? Hát nyártam nyilván orvoshoz, akkor tudod, nagyon nehéz az, hogy akkor vagy szakkitűnő. Milyen kétségbe esettek lehettek a szüleid, te úristen. Hogy akkor vagy szakkitűnő, amikor azt az alkatod is hozod. Tehát, hogy hiába vagy nagyon jó, hogyha nem, nincs az alkatod, akkor nem vagy alkalmas erre. És akkor 16 évesen már ennyire... Ez volt 16 éves koromban, és mondom, és nem akkor... ettél, hánytattad magad? Hánytatni nem hánytattam magam, azt sose tudtam. Szerettem volna, többször próbálkoztam vele, de az a része nekem nem jött össze. Na most próbálok közben... De nem ettél semmit? Hát például úgy volt, hogy volt napi 5-6 táncórám, 5 mondjuk, és akkor egész nap el voltam egy almával, és akkor megkaptunk reggelire a kollégiumban egy brióst, és akkor azt mondjuk beosztottam, és nem tudom mennyit égettem el napközben kalóriában, nyilván hát sokkal többet, és hogy működtem, nekem az a fura, hogy volt energiám, hogy ezek de a pszichés dolgok, hogy tudják. De 16 éves ráadásul még fejlődik a szervezet. Látod, és ezért nem lett mellem sem, szerintem. Látod? Azért mondom, hogy nem is mitől nőtt volna meg a mellem. Aha, és annyira zavart, hogy mondom, az utolsó pont az volt, amikor az exemmel, akkor voltam ilyen 21-22 éves, elmentünk, nyáron nyaraltunk a Balatonon, és elmentünk moziba. És kijött a Pamela Andersonnak egy új filmje, a Barbfire. Maga a film értékelhetetlen. Azt egy klasszikus. Igen, egy klasszikus, igen, de onnan jegyeztem meg, hogy ilyen lakcuccokba jött, tudod, és ekkora mellek. És akkor én sírva mentem ki a moziból, és mondtam, hogy én ezt én nem bírom tovább. Hogy neki van, neked nincs? Hát, hogy én így nézek. Az, hogy neki van, az sose zavart, mert attól én nem... Ja, nem az irítségre gondolom, hanem hogy... Igen. Igen. És akkor döntöttem úgy, hogy jó, befejeztem a komelműtét. Anyu azt se szerette volna, mert nyilván, mert hogy nagymamám 47 évesen mellrákba halt meg, és nyilván a familiaritás ebből a szempontból ugye erős, és hát volt is problémám bőven az implantátumokkal. Igen. Persze, hát az első implantátumot 2003-ban tettem be, 2008-ban kiszakadt, és ez a remek pipes implantátum volt. És ilyen pangó szilikon darabok azért nyilván még vannak a szervezetemben, ami nem feltétlenül pozitív, ugye. Szóval... Most sincs olyan, hogy nem tudom, megkívánsz egy hatalmas nagy hamburgert és pizzát, és akkor leülsz, és jó étvágyal, nagyon boldogan, minden lelkiismeret furdalás nélkül megeszed? Megeszem, mert tudom, hogy utána 2 napig nem eszem rendesen, vagy 3 napig, de simán meg tudom azt csinálni. De utána nem eszel 2 napig? Hát nagyjából nem, igen, csak vagy ilyen minimálisan, és akkor teljesen teleszed magad, és így höröksz otthon, és nem fér. Jársz egyébként terápiára? Nem. Vagy foglalkozol? Kéne? Nem, csak hogy ezt így, nyilván, te is tudod, ez nem teljesen normális, hogy eszel egy nagyot, aztán 2 napig nem, tehát hogy... Viszont tudod, mire figyelek? Nagyon tudod, hogy a gyerekem ebből semmit ne lásson. Ezt akarom kérdezni, például így akkor hogy mintáz, vagy mit lát ebből, semmit. Vagy nem lát? Semmit. Erre viszont nagyon odafigyelek, és ez nem téma. De nem akarsz ezen egyébként változtatni? Én nem... Úgy megszoktam, 42 évesen, úgy megszoktam, hogy vannak napok, mint a teve. Puputeve, így megszívom magam, és akkor napokig nem történik semmi. Viszont egy őrült vagy, figyelj! De ez egy hülyeség, ezt tudod, ugye így? Persze, hát nyilván. Nem csak, hogy így nem de van olyan nő, aki normálisan étkezik. Hát szerintem én nem akarlak most sokkolni ezzel, de szerintem így vannak. Aha. Komolyan? Aha, tehát így emberek szerintem így normálisan viszonyulnak egy csomónak kajához. Aha. És rengeteg szénhidrátot tudok betolni. Tehát hogy az is baj szerintem, hogy én nem nagyon szeretem a normális főtt ételeket. Tehát ha én választhatok, hogy ott van egy adag császármorzsa, vagy egy csoki szuflé, vagy egy normális kaja, akkor én megeszem a csoki szuflét, és ennyi volt például. Tudom, nem normális. Nem, de ezt még értem is. Nem, csak hogy ezt, így, nem. Én sem tudok salátát enni, meg én nekem van egy csomó bajom azzal, hogy a súlyom meg változik, meg nem, meg most a szülés után, meg le akarok fogyni, meg mit tudom én, de hogy azért az, hogy mondjuk 2 napot koplaljak, az nem, ahhoz nem tudom, mit kéne megennem. Mondjuk azt meg is eszem, de... de hogy így... Figyú és... Na! Figyelek közben. Hú, ezzel most azért próbálom. Kinyitottad a Pandora szelencéjét. Nem, hát én őszintén beszélek dolgokról. Lehet, estig. Jó, na, add szedni, vagy mi? Hát beszéljük, ott a pizza. Köszönöm. Most rendeltünk pizzát, ott a másik fele, neked a gondolja szívesen. Bundás kenyeret reggeliztem, úgyhogy jó, az kitart hosszan. Az most meddig tart ki? Hát este fogok hazaérni addig. És akkor eszel valamit? Uh-huh. Főzöl? Napi szinten, naponta, 2 naponta. És, nem, és a saját főztődel? Hát nyilván még főzök, addig kóstolgatom, de nem vagyok annyira oda a főtételekért. Megkérdezem mindig a férjemet meg a gyereket, hogy mit akarnak enni.
Andrást megkérem, hogy vásároljon be hozzám, mert nekem arra végképp nincsen semmi időm a bevásárlásra. Azt megoldja nekem, és onnantól kezdve hazamegyek, és anya üzemmód persze. Általában úgy főzök, hogy anyósom, apósom idősek, ők élnek közel hozzánk, és úgy főzök, hogy akkor nekik is főzök. De hogyha ennyi bajod van magaddal, ami egyébként tényleg őszintén mondom, hogy meglep. Én egyébként jól oké vagyok ezzel. De hogy nem azt mondod, hogy magaddal vagy oké, hanem hogy ezzel vagy oké. Tehát, hogy nem azt mondod, hogy normális, vagy így komfortos, ahogy mondjuk kajász, hanem hogy neked ez már ez a így fura. Beállt. Aha. Igen. Húha, mire számítottál? Ide jön egy magabiztos nő, aki... Igen, egyébként igen. Mert de hogy... például a közösségi oldalad, és egyébként ez a rohadt nagy csapdája például az Instagramnak, meg a közösségi oldalaknak, hogyha csak végig pörgetem a képeidet, akkor arra gondolok, hogy itt van egy ilyen klasszikus milf, aki dögös, aki tök jól néz ki, aki ott van a tévében, aki mondjuk kezdett egy olyan tévéműsorba, ami aztán kiverte a biztosítékot. De most nem is ez a lényeg, hanem ami azért nagyon messze van attól, és szerintem egy tök menő utat jártál be azzal, hogy most ott vagy egy nagyon profi, komoly énekverseny zsűriében. Szeretem nagyon. Hát elhiszem, menő. Hogy szereted, de hogy szerintem torony magasan, ugye te vagy azért a legsikeresebb ebből a brigádból, meg azért te érted el a legtöbbet, olyat, amire nagyon büszkének lehet lenni. Ott ülsz vasárnap esténként ilyen tényleg ilyen extra szuper cool cuccokba, gyönyörű sminkekbe, hajakba, szexin, ráadásul nem is félsz megmutatni, szóval azt sem lehet mondani, hogy ilyen nagyon zavarban lennél. Vagy... Tudod, mi érdekes? Hogy a civil életemben gátlásos vagyok, és kamera előtt nem. Tehát én például strandon nem vetkőznék le, vagy levetkőzöm nyilván strandon, és nálam az Instagramon is... Tehát te benézzek a tévében, és nem tudok hova nézni. Kézzel, hogy ezt a kettősséget, ez is milyen érdekes, hogy forog a kamera, akkor megcsinálok bármit. Leugrok bárhonnan, civil életemben, strandon, ha elmegyek A-ból B-be, felveszek magamra egy törölközőt, és nem mutatom magam, egyáltalán nem. Nagyon érdekes, és az van, hogy akkor, és akkor csináljunk valami extrém programot, biztos, hogy nem. Tehát, hogy és abban a pillanatban, hogy forog a kamera, abban a pillanatban bármi. Tehát, hogy roló le, és csinálom. De te a hétköznapokban nem is jársz ilyen nagyon kihívó ruhákban? Most tudom, valamelyik este látta, konkrétan alig volt felül rajta ruha. Vagy hát szóval ilyen stratégiai takarás volt gyakorlatilag, mert azért ilyen filmozó. Hétköznapokban vagy. Így járok. Farmer, edzőcipő. De hogy így nem? Nem, egyáltalán nem. Csak a tévében. Ha elmegyünk valahova, mondjuk van egy olyan, hogy kimozdulunk a férjemmel, vagy bármit, ami ritkán van, nyilván akkor felöltözöm, de hogy szolidabban öltözöm ő mellé is. Tehát, hogy nem. Ja. Élvezed most nagyon ezt a sztárban sztárt? Nagyon szeretem benne azt, hogy nyilván én az elején abban biztos voltam, hogy rengeteg kérdője lesz a személyemmel kapcsolatban. Hát igen, mert hogy nem... A szakmaiság része. Igen, mert hogy nyilván ott ül a Berecki, meg tudja ítélni, hogy innen jön a hang, vagy innen, vagy mit csinál, vagy hogy van, vagy elcsúszott. De hát nem megbántani akarlak, de én sem gondoltam azt rólad, hogy egyébként ezt ilyen tűpontosan megítéled. Viszont azért azt csinálod nagyon jó, hogy nem is akarsz úgy csinálni, és nem is akarod. Tök érdekes, hogy nem én úgy voltam, olyanokat, amiről nem hiszem el, hogy te tudod. Nagyon érdekes, hogy 16 éves korom óta játszom színházba, nagy színházba. 18 éve tanulok énekelni, 18 éve, és balettáncosként diplomáztam. Tehát, hogy mit keresek egy zenés táncos műsor zsűrébe, azt nyilván tudom, ez. A táncot és tudom. Hogy én azért sem kezdtem ezt szakmailag bírálni senkit. De akkor viszont megtehetted volna. Meg, és egyébként párszor szoktam is mondani, azért nem teszem meg, mert pontosan tudtam eleinte, hogy tőlem ezt nem úgy fogják venni. Tehát, ha én egy Péli Barnának azt mondanám, hogy haver, szerintem ezt így kellett volna megoldani, azt tőlem hidd el, hogy senki nem vette volna. Tehát ezt hidd el nekem, hogy nem. Most már például az én területemre tévedünk, ami az operett. Én rengeteg operettet, én klasszikus éneket tanulok, rengeteg operettet énekelek, és nagyon sok operett szerepet játszom. Tehát amikor az van, hogy klasszikus éneklés, egy opera, egy operett, ott szakmailag abszolút hozzászólok, sőt, el is várják a fiúk, hogy ezt én értékeljem, hiszen az az én világom. De nyilván a magában az éneklési stílusban nem kéne akkora különbség legyen. Nálunk ezt Magyarországon van. Tehát, hogyha megnézel egy Broadway előadást, mindenki megtanulja a belkántót, a klasszikus éneklést. Igen. És onnantól kezdve ő énekel egy musical szerepet, vagy énekel másnap egy klasszikust, ugyanazzal a hangképzéssel tudja csinálni, hiszen a pozíció megvan. Magyarországon teljesen külön választják a könnyűzene éneklést, a musicales nagyon nyitott éneklést, és a klasszikus nagyon fedett éneklést. Pedig ez tulajdonképpen egy csoport lenne. De akkor igazából most itt ülök, és tök béna előítéletesnek érzem magam, mert... Nem baj, mindenki az.
Jó, de ne, nem akar, de én nagyon nem akarok az lenni. Tehát, ja? Hogyha valamit nem akarok, az, hogy előre ítélkezek. Csak valamiért ez volt a fejemben, de én ezt miért nem mondtátok hangosabban, vagy miért nem? Ja, hát nyilván a feleséges reality-ben ez nem volt szempont. Most meg később már a Starbomb ez azért többször elhangzott. Oké, és mondom, tehát, hogy ez innentől kezdve már egy egyszerűbb sztori, már számomra, mert hogy ja, pont azzal kezdtem, hogy a szakmaiság mostanra már megkérdőjelezhetetlen ebből a szempontból, és én ennek nagyon örülök. Aha. Csomó minden volt az, tehát én annyira mondjuk, tudtam, hogy ez nehéz lesz. Várjál, bocsánat, és mondtam a férjemnek, hogy hidd el, hogy mire eljutunk a 8.-9. adásig, nem lesz kérdés. És nem, és tényleg nem. De mondjuk azt is bemernéd vállalni, hogy odaállsz szereplőnek? Persze. Komolyan? Persze. Hogy nem? Az milyen rohadt menő persze. lenne? Persze. Én nagyon örültem volna például, ha a zsűrinek lett volna egy extra pródja, hogy mi éneklünk, az hogy nagyon lássák. Szexi lenne. Hogy lássák. Én nagyon bírnám, hogyha látnálak énekelni. Aha. Fogsz egyébként majd szilveszteri műsorban, azt hiszem, hogy meg fogsz látni énekelni. Igen? Inkább. Na most ez a szín nem biztos, hogy annyira... De egyébként nem rossz, tehát látod, hogy ilyen meglepő? Tudom, hogy most azt fogod mondani, hogy ez nem az, de hogy közben meg... De csináld! Csinálom, röhögjetek, persze. Nem röhögünk. Szóval, hogy mondom, én nagyon-nagyon-nagyon sokat hallottam erről, és azért abban is biztos, hogy nem véletlen, hogy például ott ülsz egy ilyen sikerműsornak a zsűriében. Csak tehát mondom, a szakmaiság nem volt meg az embereknek. Igen, de hogy lehetett tudni, tehát akik így döntöttek, azok tudták, hogy vicces vagy, tudták, hogy gyorsan tudsz reagálni, mert ugye egy ilyen műsorban zsűriként ez a legfontosabb, ja. Hogy nagyon sárpnak kell lenni, hogy azonnal nem kell tudsz tudni. Igen, hogy a másik három fiúval bírjál, hogy tudjál rájuk is reagálni, mert ott azért megy a cikizés, meg megy a cinkelés. Igen, szóval, van egy különálló számom, különálló műsorom a kökényedével. Igen, sejtettem, de hogy azt gondoltam, hogy van egy ilyen nem nagyképű, nem lekezelő, de egy ilyen jó magabiztosságod, és nagyon fura, hogy közben... Munkában van. Nem, hogy közben úgy beszélsz magadról, ilyen abszolút megbékélve, de hogy ilyen nagyon lekicsinlően, vagy nem is lekicsinlően, hanem ilyen... Fú, azért az pasi választásaimnál is érezhető volt, hogy én fiatalon is azt gondoltam, hogy ha alul választok, akkor abban majd megbízhatsz, és az nem fog átverni. Tehát nyilván ebből az látszódik, hogy egyébként nagyon hogy sokan megtették. És akkor, de még az is, érted? Hogy még az is képes az is átver, akiről az gondolt, hogy ő már annyira lent van, hogy... Mert hogy ő olyan szerencsét, én megszántam mindig az ilyen szerencsétleneket, tudod. Hogy akkor majd én felemelem is közben. Alapvetően ezek a pasik nagyon ügyesek, mert hogy... Sajnáltatták magukat? Hát meg ő megpróbál leszedni az ő szintjére, hogy onnantól kezdve ő nyerekbe érezze magát. Úgyhogy ó, Isten, annyi minden vagyok. De rosszul választottál pasikat? Szerintem sok esetben igen. Aha. Meg az a baj, hogy hülyék vagyunk mi nők. Nem tudom, hogy jó-e az a szín. Egyébként nem annyira rossz, mint hogy... Na, mindegy. Szóval, hogy mi nők azért egy csomó szempontból hülyék vagyunk, mert hogy érezni kéne a jeleket, tudod? Tehát, hogy de mi mindig felmentjük a pasikat, és mindig megmagyarázzuk, hogy ezt most azért írta, és azért küldte, mert nem. Ha egy pasi veled akar lenni, az a hegyeket is meg, mindent eltol, hogy veled legyen, de mi nők, hát ez most biztos azért volt, mert hogy mi megmagyarázzuk, és akkor olyan érdekes az élet, mert akkor beléd rúg egyet. Te még mindig mentségeket keresel neki, beléd rúg egy még nagyobbat. Kemény nő vagy, erős nőnek hiszed magad, nem baj, akkor kapsz még egyet, és addig kapod az élettől, amíg meg nem tanulod a leckét. Tehát például, amikor én megismerkedtem a férjemmel, abból is nyilván rengeteg ilyen dolog volt, hogy miért vagyok vele, mert a pénz, meg a stb., hogy 20 év korkülönbség van köztünk. Igen, de ő volt életemben az első pasi, aki úriember volt, és aki engem nőként kezelt. És ez baromira el tudja varázsolni az embert. És azon gondolkodtam, mert előtte tudod, mik voltak. Tehát amikor egy úriember módjára szakít, egy aljadék pedig üzenetben, és még itt sorolhatnám egyébként. De hogy ezt gondolom. Tehát, hogy így, mert hogy nem egyenes és gyáva. Tehát, hogy így, de a férjem nem. És hogy azon gondolkodtam nem olyan rég, hogy nézd, szebbet biztos, hogy találhatnék a mai napig, okosabbat is elképzelhető, még fiatalabbat is, nyilván ő is nálam hozzáteszem, viszont olyat, akire lecserélném, olyat nem. Soha. Mert hogy annyira kevés ez a típusú ember, annyira kevés, aki sokkal jobban szeret téged saját magánál, és beáll, érted? Tehát, hogy így, hogy úgy emel fel, hogy neki a te boldogságod a lényeg. És ez a szeretet szerintem, és annyira kevés ilyen ember van. Rengeteg önző gyáva emberrel találkoztam, aki kihasznál is tovább, én is hibás vagyok. Volt, hogy együtt voltam a férjemmel, és felhívott egy exem telefonon.
és minősíthetetlen hangnemben beszélt velem. És megkérdeztem tőle, hogy te mindig így beszéltél? A kérdést sem értette nyilvánvalóan, tehát valószínűleg igen. De hogy az Andrásra jött egy olyan minőségi ugrás az életemben, egy olyan váltás, amit én azóta, én nem láttam azóta se ilyen pasit. Tehát, hogy nem. Úgyhogy valószínűleg abban is nagyon alul értékeltem magam csomó szempontból. De például az, hogy most így bánik veled valaki, tehát hogy találtál valakit, aki melletted van, és aki abszolút méltó módon kezel, és megbecsül, és nem kell alámenni, az sem hozza fel, vagy hozta fel az önbizalmadat? Egyébként tök biztos kézzel sminkelsz, komolyan. Átmenetet csinálsz a fehérből a narancsárgába, így láttam a mesétől. Árnyékolsz, mélyítesz, hát miről beszélsz így nekem? Így láttam a mesétől. Jó, csak most utólag nem ezt a színt választanám, de nem rossz egyébként egynek, de hogy itt utólag nem jó, ezt csak mondom, hogy valami púderünk, úgy, ez az, úgy nem? Mondod, mintha valami halálbéna lennél, most innentől kezdve fenntartásra vagyok kénytelen mindent fogadni, mert hogyha de ez jó bénes... szerinted, hát nézd már meg, milyen szint választottam ki. Hát milyen szint választottál, de attól még szépen átmenetezel meg. Egyébként jól néz ki, kicsit váratlan ez a rozsda, ugye? Váratlan? Most mit mondjak? Váratlan, rakok rá mindjárt valami szint még, kell, és de... akkor, hogy valami legyen, nem? Ez nem úgy van. Nem, hát köszi. Gondolom, hogy nem ezt kerestem. Tudod, ez úgy felvettem ezzel is, nem? Persze, csak gondoltam, hogy adok egy ilyet is neked. Na, szóval, hogy nagyon nehéz, és hogy tényleg hülyék vagyunk mi nők. Tehát annyi, olyan sok szempontban, és mire ezt megtanulod, addigra nagyon sok év telik el. És nagyon sokan rúgnak beléd, és stb. De mondom, ehhez én is kellettem. Tehát nem mentem fel. Olyan fura, hogy így beszélsz arról, hogy átvertek, vagy hogy mondjuk... Minden nőt nem, tehát hogy így azért mindenki futott már bele ilyen sztorinkba, biztos, nem? Persze, most nem azt mondom, de egy kicsit olyan, mintha... Mondjad nyugodtan. Többet csalódtál volna, mint mondjuk... Fasz meg, igen. Valószínűleg igen, de én ezeken így tovább lépek. Tehát, hogy én nem küzdök valakinek a szeretetéért. Tehát, hogy nálam az van, hogy én nálam gyűlik, és van egy pont, amikor azt mondom, hogy és itt a vége. És onnantól kezdve akármi történet számomra, ott a vége. De nagyon sokat tűrök embereknek. Többet, mint kellene egyébként, ezt én is tudom. Tehát, igen? Sokkal több dolgot nézek el, sokkal többet. Én hiszek még, tehát, hogy... Mindig azt gondolom, hogy majd ez más lesz. Tudod, milyen fura, hogy benne voltál ebbe a feleséges műsorba, és nyilván ennek volt egy ilyen felhangja, szóval ezt te is tudod. Nem számítottunk rá. Jó. Nem számítottunk rá, de így volt. Kezdő voltam. Oké. Hogy ehhez képest szerintem te nagyon kilógsz abból a sorból, én akkor is amennyit láttam belőle, akkor is így ezt gondoltam, de hogy ez nyilvánvalóan, ahogy egyre többet lehet róla tudni, ez így... annak a műsornak az üzenete volt, tehát ez a luxus feleségek, az ugye azt jelenti, hogy gazdag a csávom, gazdag a férjem, megveszek minden hülyeséget, meg egy kicsit így libáskodom, meg ilyen áll, hülye hisztikbe veszek részt, ilyen másképp gondoltam ezt egyébként eleinte. Mindegy, nekem ilyen volt. Most ez nem, csak hogy nem, amikor én nekifutottam ennek, én azt gondoltam, hogy bemutatnak olyan nőket, akik egyébként... szakmailag sokkal többre érdemes. De hogy gondol? Nem tudom, hogy? De luxus feleségek, miért gondoltad? Nem az a luxus feleségek. Volt egy munka címe. Mit tudom én, tök mindegy. De hogy ennek a műsornak a címe azért az nem azt rejti magában, hogy itt majd szakmailag baromira be lesztek mutatva, és szakmailag megalapozott életutakat, az más. Minden az évadban vártam egy kicsit egyébként, hogy majd színházba is forgatunk, meg lesznek ilyen történések. Na de azt nem gondolhattad, nem, hogy, valóban, ez a, utólag nem. Hogy ez egy ilyen életmű portré lesz. Hát itt nyilvánvalóan az volt a fő geg, hogy hülyeségekre költötök, hogy az egész a luxusnak van nyilván egy ilyen nagyon pejoratív jelentése, pláne hogyha ilyen minőségében van, vagy ilyen kontextusban. Tehát, hogy, és arra gondolok, hogy te hogy keveredtél bele abba igazából? Most komolyan szerepelni akartál, vagy híres akartál, vagy mi volt a fejedben? Az volt, hogy nem nagyon... bántalak meg. Ne, de hogy is, hát meg beszélgettem, meg értem, hogy kíváncsi vagy rá. Mert hogy ez... Az volt, hogy... Szóval nem ül velem itt szemben egy liba, aki a férje pénzéből még mindig állatszőr bundákba jár hülye rendezvényekre, és... ő tudja a legszebben kiejteni a Gucci-t. Hát érted? Szóval, hogy nem... Gucci. Na, azért mondom, hogy...
hanem hogy így valami tök sokszor más. Szeretem eljátszani a szőkenőt egyébként. Jó. Na, az hogy... volt szerintem, vagy legalábbis elmondom, tehát hogy én amikor férjhez mentem, akkor én a szakmai életemet háttérbe helyeztem, vagy azt gondoltam, hogy ha én valamit csinálok, akkor azt 200%-osan szeretném csinálni. És abszolút méltó háttere lettem a férjemnek. És eldöntöttem, hogy oké, akkor én családanya leszek, és a színházat is háttérbe szorítottam, és mindent. És elteltek évek, és elkezdett ez az egész hiányozni. Tehát, hogy kevés volt az, hogy vasárnap esténként 15 emberre főzök. Oké, ezt értem. Jó, elkezdtem újra. Ja, jött egy sikertelen terhesség az életembe, ikrekkel voltam terhes 4,5 éve, és nem úgy jött össze, és akkor mondtam a férjemnek, hogy rendben van, ha nem ez az én életutam, hogy nagy családos anya legyek, akkor én viszont megnézném szakmailag, hogy meddig jutok el. És mélységesen zavart a színházba, hogy ismert emberekkel játszom együtt, és név nélkül szigorúan, és kijön, és nem kell csinálnia semmit, ismeri a közönség innen-onnan, és hogy szakmailag sem kell sokat letegyen, sőt, adott esetben, amit láttam a színpadon, az teljesítményben számomra zéró volt. És én kitáncoltam a lelkemet, végigénekeltem a komplett darabot, majd bejött ő, csinált egy semmit, és elvitte az egészet. És mondtam, hogy oké, rendben van, akkor hogyha ez kell az embereknek, hogy ismert legyek, és onnan ismerjék meg az én szakmaiságomat, akkor rendben van, akkor nézzük meg, hogy milyen lehetőség van, akkor legyen ez. És akkor jött szembe a feleségek. Jól érezted magad abban egyébként? Mm. Vagy amikor mondjuk visszanézted, akkor azt mondtad, hogy ebben neked ott helyed van? Nem, én azt tudtam, hogy ezen ugyanúgy, ahogy a Sztárban első részén, hogy én ezen fordítani fogok. Tehát a férjem nagyon nem akarta ezt az egészet. És mondtam neki, hogy hidd el, de megcsinálom. De miért ciki volt, hogy te vagy a fiatal feleség, akiről az a mondás, hogy az ő pénzé jól él? Azért volt ciki, mert amikor mi összekerültünk 15 évvel ezelőtt, akkor is nyilván voltak ismeretségi körben ilyen felhangok. És én addigra már én azt érzem, hogy én bizonyítottam, hogy nem emiatt vagyunk együtt. Majd jött a feleségek, és kezdhettem megint előről ezt az egészet, és már nem akartam bizonygatni. És onnantól kezdve, utána én, ahogy befejeződött a feleségek, egyből kivittek a dzsungelbe, ott éltem gyakorlatilag 3 hetet, és onnantól kezdve már láttam, hogy az emberek kezdenek másképp gondolkodni rólam. Akkor sem ismerték még a szakmai hátteret. Viszont elértem azt, hogy például kislány, aki 11-12 éves, anyukája elhozta operetre. Uh-huh. És amikor kimegyek fotózkodni, beszélgetni, azt mondja az édesanyja, hogy figyelj, annyira köszönöm, hogy általad ezt is megkapta a gyerek. Uh-huh. És mondtam, hogy ha csak 2 embert megmentek a színháznak, már jó, de én biztos, hogy jobban érzem tőle magam. Na, és így indult ez az egész. És én bizonygattam ott, hogy hidd el, hogy meg fogom tudni csinálni, és fordítok, és ez nem marad így. Tulajdonképpen ilyen platformként kezelted? Igen, vagy úgy? Igen, egy lépcsőfokként. Jó, akkor így értem. És sosem felejtem el, hogy mit köszönhetek neki. Tehát az, hogy én nem most ott ülök, az nyilván ennek köszönhető, mert ez nem lett volna enélkül. De nálam ez szigorú. Tehát, hogy csak azért mutogatni magad egy műsorba, mert egyébként nincs mögött egy semmilyen szakmai tudás, és csak azért ismert legyél, hogy a saját erődből legyél senki, az nekem nyilván sosem volt célom. Soha. A Balázs Andival beszélgettünk erről nagyon sokat, szeretem. Egyébként imádom. Én annyira szeretem azt. Amikor kijött a feleségek, és akkor mondta nekem, hogy figyelj, Cucika, fölhív a telefonon, minden rendben lesz, ne foglalkozz senkivel, mi tudjuk, és azt mondja, hidd el, hogy meg fogod tudni mutatni. Mindegy, hogy mivel indultál el, ő ugye a kis CBS reklámokkal lett ismert, holott hány éve játszott már. Tehát, hogy nagyon nehéz ügy egyébként. És én azt szoktam mondani, hogy rengeteg ember ül ott, ahonnan én jöttem, iszonyú sok tehetséges ember, aki lehet, hogy a büdös életben nem kap lehetőséget. Mondom, nekem ez egy lépcsőfok volt arra, hogy jobban megismerjenek, igen. Na, az, hogy céltalanul, hogy sétálgassak táskákkal a kezembe, jó, de most ez érte. Kinek célja? Hát jó, tudom, hogy jó, tudom. Most ez most egy milyen kérdés volt? Oké, jó, tudom, hogy van ilyen, de hogy nem. Jó, de most értem. Ja. Most festheted magad, mert most ezt mindig... Ez innen indul. Ez most több megértette. Igen, ez bennem egy és kérdés meg, látod, hogy még mindig kérdés. Tehát, hogy már eltelt 3 év, és hogy a szakmaiság tényleg kérdés volt, hogy erről nem tudtam eleget beszélni. Most egy ilyen Sztárban zsűribe, hogy én hogy énekelek, hogy hogy tánc... Tehát, hogy ez sosem volt. Na most egy kicsikét szemöldöközünk. Olyan, mintha... Figyelj, én egyébként még rakok el számra valamit, és én nem gondolom ezt a történetet. Nem, mert azért jó, mert például nagyon nem is kell neked most túlsolnál, mert annyira sűrű a szempillád. Igen. Aha, hogy ez ilyen nagyon szépen keretezi. Sokat foglalkozol magaddal? Nem. Úgy, hogy este lefekvés előtt bekened, megvannak a kedvenc kis krémecském, amiket sok használ. Sok mindenem van? Aha, meg sok terméket szeretek kipróbálni.
Megvannak a kis kedvenceim, amiket használok, most már a kislányommal együtt, tehát most már ő is jön kencézni, már olyan a bőre, hogy kell is, és akkor anya melyik radírt használjon, mi történjen, tehát most már ez így együtt megy. De hogy egy ilyen rohanás folyton az életem. Tehát, de hogy... azért a bőrápolás... Az fontos. Az fontos, reggel nem, mint a smink neked, amit te csinálsz, úgy értem. Mi az, amire szükséged van ahhoz, hogy mondjuk így szépnek, lásd a bőrödet, hogy szépnek érezd, vannak olyan kezelések, nem tudom, jársz kozmetikushoz, vagy otthon felrakod az uborkát? Van, nyilván használok mindenféle fátyolmaszkokat, hetente egyszer-kétszer, radírozom a bőrömet hetente egyszer-kétszer, használok hialuronos szérumokat, hialuronos krémeket, szemránc krémet, nyak és dekoltás krémet, tehát a gyakorlatilag komplet arzenál van otthon, de ezt viszonylag gyorsan fel lehet vinni. Ez már annyira rutin. Megy, de akkor hogy... ez, tehát mondjuk akkor a bőrápolás fontos, sokkal... Én napra sem megyek. Nem mész napra sem. Nem. Mindig azt mondják, hogy nagyon szép a bőröm, azért van, mert én nem megyek napra. Tehát, hogy én nem szoláriumozok, nem megyek napra. Iszonyú ciki fehér bőröm van, úgy értve ciki, hogy májusban még nem tűnök ki, de viszont én augusztus... nem lesz ráncok 10 év múlva nem, sem. De augusztusban én már nem merek szoknyába kimenni az emberek közé, mert ugye ez a hullafehér szoktam lenni, és én magam szégyellem, de úgy vagyok vele, hogy nem baj. És önbarnítás? Azt most csinál, fél évente egyszer szoktam, ha olyan esemény van, igen, akkor is kihívok egy hölgyet. Most pont a Sztárban, basszem, két adással ezelőtt volt egy olyan ruhám, ami már ilyen nagyon nyitott volt. És a sminkesem szegény két-három árnyalattal sötétebbre alapozza így is a bőrömet, hogy ott a fiúk között nagyjából olyan színem legyen, mintha élnék. Hát és igen, megáldásul nagyon vékony a bőröm, igen, is. Aha. És aztán az történt, hogy ez már akkora felületet kellett volna alapoznia, mert mondták, hogy jó, akkor barnítas, mennyi barnítatni. Igen, és akkor kijön ilyenkor egy hölgy, fél évente egyszer otthonra, a férjem röhög nagyokat, hogy fényező műhely, igen, fényező műhely, és akkor lefújnak, és ennyi, tehát hogy így. A szülinapjaid azok zavarnak már, mint hogy ahogy megy előre az idő, vagy érdekel, még vagy nem? Még nem. Azt hittem, hogy megvisel a 30-30-a népnászúton voltam, és egyáltalán nem viselt meg. Azon jókat röhögtünk, hogy gyerekkorom óta mondja az ikerpárom, ő mindig 10 perccel idősebb, és mindig azt mondja, hogy te ezt csak 10 perc múlva teheted meg. És Balin voltam nászúton, ergo 6 órával hamarabb lettem 30 éves, mint ő, és akkor így felhívtam, hogy tesóm, ezt most így buktad. De hogy nem, azt hittem, hogy a 40 meg fog viselni, de azt sem viselt meg, lehet, hogy majd az 50, nem tudom. Nem, különösebben jelen pillanatban egyáltalán nem érdekel ez egész öregedés dolog. Nem. Persze, hogy féltem magam, de a Milla születése után kezdtem el félteni magam, és akkor, igen, kezdtem el érezni, hogy súlya van az életemnek. Uh-huh. Tehát addig úgy minden egy játék volt, gyorsabban vezettem, megtettem olyan dolgokat, amiket ma már nem tennék meg. Tehát akkor az öregedés az nem esztétikai okból zavar, hanem amiatt, hogy ott tudjak lenni. Hogy a gyerek, igen, hogy ott lehessen minél tovább. Ráadásul úgy, hogy András tényleg 20 évvel idősebb, hála a jó égnek, édesanyja, édesapja él, mindenki 90 év fölötti kort él meg, de hogy minél tovább elkísérhessek. De az unokáidat, az ükunokáidat lásd. Minél tovább, ennyi a célom, és ez nyilván egészségben, hogyha lehet. De a lényeg, onnantól kezdve, hogy a gyerek megszületett, az az ő élete, és hogy ő jól boldoguljon. Ez a meglepő rozsda egyre jobb. Tényleg, most komolyan, most nem szórakozom. A világos színek jól állnak nekem, azt egyébként tudom. Ezt egyébként kevés helyre tudnád feltenni, vagy felvenni, nem? Tehát, hogy így ezt a szín, de hogy így próbáltam, hogy... De jó, mert valami egészen váratlan csináld el, és ez... Meg az, hogy fehér, és nagyon szép lett az átmenet, meg így valahogy jó ehhez a fehér bőrhöz. Nekem ez tetszik. Nem szeretem a nagyon erős rúzsokat sem, tehát hogy így... Engem öregítenek a nagy piros rúzsok, tehát hogy rám egy tízest azonnal rám dob. Meg nekem a nagy fekete szem is. A bordós. Bordó az is. Igen, az 25-ig volt jó, legalábbis nekem. Rég volt. Már számos. De nem baj, ez nem érdekel például. De valószínűleg azért, mert hogy még nem vagyok megrogyva, tudod, tehát egy idő után már. Már hogy elnézem, anya 60 éves volt tavaly, és gyönyörű. Hát az a típusú nő, aki bemegy valahova, és három pasi adja oda a telefonszámát, aha, hogy akkor esetleg valami. Jó, hát igen, sokat számít mindent azért a genetika. Meg a kisugárzás az a nulladék. De fontos, hogy de, tehát olyan, igen, egy jó kisugárzás. Igen, de hogy a kisugárzás az ugye azt mondja pont, hogy magabiztos vagy, és hogy... De az meg te nem vagy. Hát de közben meg tök jól játszom 0-24-ben. Tehát, hogy közben meg igen. Tehát, hogy... Szerintem neked kéne valami klassz önismereti tréning. Most komolyan, nem akarok rádomálni. De hogy én várjál, én hogy tisztában akarsz, vagyok. De hogy nem akar, jó, de hogy nem akarsz elmenni valami klassz terápiára, amitől már jövőre így tudnád azt, hogy tényleg klassz vagy?
De én nem akarok el, nekem ez olyan jó. Elmész heti egyszer valami csókához, és nem beletörődsz, meg megbarátkozol, meg eljátszol, mert ezeket a szavakat mondod, igen, hanem itt tényleg azt fogod érezni. De én nem akarom, meg. Én nem tudom, én nem akarom azt, tehát hogy én rettegek attól, hogy... Nem akarnak rád majd el lassan, nem, már igen. Tudod, mitől félek? Na. Hogy nem akarok sosem kész lenni, nem akarok sosem megelégedni. Akkor még nem leszel azon, ne aggódj szerintem. Ja, jó. Mert hogy érted, hogy én hiszek abból, hogy... Csak utána megeszel egy hamburgert, és utána másnap is tudsz enni valamit, és nem két napig koplasz, mint egy agár. De tényleg versenyelő. Teve. Csórikáim. Jó szín. Hűha, erős lenne. Mi? Ez rózsaszínes legyen. De, jó lesz. Én bátor Más, vagyok. Az nagyon málna. Aha, bátor vagyok. Csapja lova közébe, mert... Bátor vagyok. Valószínűleg nem ezt a színre állszanám hozzá, de egy kis fénnyel jó lehet. Nem? Nekem tetszik. Ez a rozsdás. Én szeretem az ilyen, nekem ezek a színeim amúgy. Figyelj, nem lett egy gálas mink. Mondjuk az úgy tény. De? De el lehet benne menni, mondjuk közértben. Ha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, illetve kommenteljetek, hogyha van bármilyen hozzáfűzni valótok, de a legfontosabb az, hogy iratkozzatok fel.